Volt már gyógyíthatatlan tumoros gyerek, akinél az órunk előtt halt meg. Nem kell kívül maradni. Ha kívül maradok, akkor el kell menni. A végzés után én rögtön gyerek vonalon kezdtem el dolgozni, tehát a Szent László Kórház gyerekintenzív osztályán. És aztán, amikor 99-ben ez az autó indult, rögtön jöttem. Azt gondolom, kialakításában azért ez eltér egy hagyományos mentőhöz. Kicsit azért a gyerekek köré van rakva ez az egész dolog. Illetve nyilván a személyzet képzett és tapasztalt gyerek akutellátónak kell lennie. Gyártam a szívó. Váladékok vérleszívására, gyomortartalom, hogy ilyen nagyon hivatalosat mondja. Ezeket infúziós pumpáknak hívják. Fecskendő, abban van a gyógyszer, egy ilyen vezetéken keresztül megy be a vénába. Hogy egy 2 kilós gyereknek azért ez hát jelentősen precízebben kell adagolni, mint egy felnőttnek. És ez nem más, mint egy képernyő egy DVD lejátszóval. Ezen mesefilmeket tudunk vetíteni nekik. Nyugtató gyógyszer mennyiséget lehet spórolni. Hát a régi rendszerekben egyértelműen plusz stresszforrásnak tekintették a szülőt. Kiderült az, hogy ahogy a szülők gyakorlatilag mindegyike, szinte mindegyike bevonható ebbe az ellátásba. Kiderült az, hogy ez ugyan plusz kommunikációs teher az ellátónak, ellenben ebből a gyerek profitál, ellenben a szülő is megnyugszik, és egyébként ezt gondolom nagyon fontosnak, ez visszahat az ellátóra is. Amit tudunk csinálni, hogy egyrészt nyugtassa meg a gyerekét, tehát ez egy feladat, hogy próbálja megnyugtatni őt. Ezáltal egyébként magát is kénytelen egy kicsit megnyugtatni, és segítsen nekünk, fogja a kezét, magyarázzon neki, próbáljon egy csapatba kerülni velünk. Vannak az egyéb eszközök. Nem az a dolgunk, hogy kioktassuk, hogyha bajba került a gyereke, hogy akkor ő mennyire volt felelőtlen, mert ezt a szülők zöme önmagában elvégzi ezt a feladatot, és hogyha mi ráteszünk erre egy lapáttal, akkor csak még súlyosbítjuk ezt a helyzetet. Az a lélegeztetőgépünk. Erre tudjuk tenni rögtön a defibrillátor monitort, ezekre az infúziót, és ott van a végén egy oxigéntartó. Én azt is sikerként élem meg, amikor súlyos állapotú gyereket mondjuk esetleg kevésbé agresszív módszerekkel tudunk gyógyítani. Én azért szeretem ezt az egész gyerekvonalat, mert itt egy picit ez az egész lazább, és több, sokkal több olyan embert ismerek meg, aki jobban bevonódik érzelmi, meg aki nem csak mondjuk csúnya szóval a húst látja benne. A gyerekgyógyászok egy kicsit védettebbek a kiégéselem van. Ugyanakkor én például ezen a kocsin nagyon erősen azt látom, hogy van egy nagyon jól szervezett és nagyon jól működő közösség. És ez a közösség, ez egy borzasztó erős protektív faktor. Itt ilyen gyomormosószert, meg égési eszközök, meg ilyen egyéb tartalékholmik vannak. Volt már olyan, hogy elvesztettünk valakit, de utána valahogy egy idő után azt éreztem, hogy oké, de lehet, hogy ez így rendben volt. Mert volt már gyógyíthatatlan tumoros gyerek, akinél az órunk előtt halt meg, és azt kell mondjam, hogy sikerült az adott helyzetben talán emberivé tenni ezt az egész történetet. Nem kell kívül maradni. Ha kívül maradok, akkor el kell menni. De tényleg komolyan, tehát akkor miért csinálom? És ez nem azt jelenti, hogy nekem velük kell halni, mert ez nem igaz, de benne kell lenni a történetben. Hello, nem megyünk? Megyünk? Akkor megyünk. Jó, mennünk kell, gyerekek. Okay.